Éjjel-nappal temetnek Brazíliában, a koronavírus napi halálos áldozatainak száma az egekben, az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére sodródott, de a brazil elnök még ilyen körülmények között sem hajlandó országos lezárásban gondolkodni. Jair Bolsonaro szerint annak gazdasági hatásai sokkal károsabbak lennének, mint maga a vírus. Az államfő a helyi hatóságok szigorítási rendelkezéseit is ellenzi. Nem lesznek nemzeti korlátozások. Néhányan azt merészelték felvetni, hogy a hadseregnek segítenie kellene a tartományokban, de nem fogunk katonákat vezényelni az utcákra, hogy vesztek zár alatt tartsák a lakosságot, közölte a brazil elnök. A dél-amerikai országban a koronavírus 92 féle variánsát azonosították, beleértve a rendkívül fertőző brazil változatot is. A vakcinák egyelőre ezek ellen is hatásosak, de a járvány már a fiatalok között is tarol. Múlt héten több mint 1.300.000 új fertőzöttet és több mint 37.000 áldozatot regisztráltak az amerikai kontinensen, azaz a világ összes halálesetének fele ebben a régióban történt, ismertette az adatokat a Pán-amerikai Egészségügyi Szervezet igazgatója. Argentínában is meredeken nő a koronavírussal fertőzöttek száma, Alberto Fernández elnök is elkapta, pedig őt már korábban beoltották. Tünetei ennek köszönhetően mérsékeltek. Az argentin hatóságok szigorú korlátozásokat vezettek be. A legfertőzöttebb megyékben éjszakai kijárási tilalmat hirdettek és bezárták a szórakozó helyeket. A tömegközlekedést csak külön engedéllyel lehet használni. A következő 3 hétben fokozott erőfeszítéseket kell tennünk, hogy megvédjük a lakosságot a járványtól, jelentette ki az argentin egészségügyi miniszter. Chilében az oltási kampány ellenére drasztikusan romlanak a járványügyi mutatók. Az intenzív osztályok férőhelyeinek 95%-a megtelt, zömében koronavírusos betegekkel. Peruban is rekordot döntött a napi halálos áldozatok száma, egyelőre azonban nem halasztják el a hétvégi választásokat.